Perceken belül indul az Overwatch döntő, ahol az egyik szereplő az Obscure Gaming csapata lesz, mellettem pedig Joker. Honnan jött ez a név, hiszen a Jokerhez annyira közel áll, de valahogy mégsem. Hát egy nagyon szomorú története van, Zsoki volt a nevem, CH.6-ban ezzel kezdtem el játszani, csak sajnos amikor átjöttem LoL-ba és beregisztráltam ezt a Zsoki nevet, nem tetszett a játék, ezért abba is hagytam a játékot. Majd amikor újra megtetszett, már nem tudtam ennek a jelszavát, úgyhogy egy kis változtatással lesz Joker, kreatív változtatással. Érdekes történet már a Nicknél. Hogyan kerültél kapcsolatba az Overwatch-sal, hiszen ez is egy új játék, mindenkinek megvan a saját sztoria, hogy kezdett el játszani, mióta nyűvöd, milyen szintre jutottál el, mikor kerültél egyáltalán bele ebbe az egészbe? Hát ennek mondjuk annyira nem izgalmas története, amikor kijött nézegettem az Overwatch-ot, egész tetszett, már nem lejátszottam aktívan LOL-lal, és tudod, új játék, nincs lemaradásom benne, mindenki egyenlően kezd, úgyhogy úgy voltam vele, hogy megveszem, és próba szerencse. Hát azért azt nem mondanám, hogy nincs lemaradás, hiszen a closed beta vagy az open beta-ban rengetegen játszották, tehát voltak olyan játékosok, akiknek már ismerős volt maga a játékmenet, a mechanizmusok, a hősök, viszont úgy tűnik, hogy a májusi megjelenés óta mostanra nyár közepére már ezek kiegyenlítődtek, ezek a különbségek? Magyar szinten, tehát nyilván egy MVS azért nem fogom hasonlítani magam, de magyar szinten kiegyenlődtek. Mindenkinek megvan a saját sztoria, hogy hogy került kapcsolatba a játékkal. Neked mi ez a történet? Tehát azért az Overwatch is már closed beta, stb. Mindenki játszott már vele. Ti hogy álltatok így össze Obscure Gamingként? Először is, régóta játszottam LOL, de abba hagytam, és gondoltam, most így jött egy új játék, megpróbáltnánk újra ezt az egészet. Kontékat még nagyon-nagyon régről ismerem, és láttam, hogy ők játszanak együtt így 4-5-en, és megkérdeztem, hogy lenne kedvük csapathozni. Ebből a társaságból jött Conti, Fana, EJ, Vuki és Bazsi, ő az alapfelállásunk, meg természetesen én. Csak sajnos Bazsi nem ért rá, se Tomzi egyébként, ő szokott beugrani hozzánk lanokra EJ helyett, ezért helyettük kerestük meg Newbit. Az Obscure Gaminghez pedig úgy csatlakoztunk, hogy szerettünk volna egy szponzort találni, aki a lanokra segíti a lejutásunkat, és egyébként az Obscure Gaming volt az, aki ezt tudta vállalni. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik. Igen, jókor jött ez a támogatás, pont így a verseny előtt, nem mixként kellett érkeznetek, de úgy hallom, hogy mindenki Contit ismeri, mindig Conti neve merül föl, ő rengeteg játékba kipróbálta már magát, de mindig tovább is libbent egyből a következőre. Most úgy érzitek, nem kell a nevében nyilatkozni, de hogy az Overwatch-ba ő is megtalálja a számításait, és stabilan együtt marad most már ez a csapat? Reméljük. Most azt tervezzük, hogy a LAN után mindenképp elkezdünk egy kicsit komolyabban gyakorolni, rendszeresen, heti szinten, napi szinten, több órába. Reméljük, együtt maradunk. Milyen esélyeket látsz a döntő előtt, és nagyon vigyázz, mert mire az interjú kikerül, addigra már vége lesz, úgyhogy a nézők tudni fogják, hogy milyen eredménye zárult a döntő, de mit mersz tippelni így előre láthatólag? Mindig optimistán jövök le arra, tehát mindig úgy jövök le, hogy ezt meg kell nyerni. Hát, legyen egy 3-2 win ide. Reméljük. Készültetek esetleg konkrét pályákkal, hogy mi az, amit ellenük szívesen bannolnátok, mi az, amit ti szívesen pikkelnétek, vagy ezt majd hozza a helyzet? Nem, sajnos nem tudtunk készülni, egyáltalán egy nagyon minimális időt tudtunk eltölteni. Ezzel a hatossal konkrétan egy darab percet sem tudtunk együtt játszani, úgyhogy hát random mix vagyunk azért valamennyire. Nagyon kemény lesz, mert ugye az előző team intenzes interjúból kiderült, hogy ők rengeteget gyakorolnak együtt, elemzik a hibáikat, visszanézik az adott mérkőzéseket, úgyhogy tulajdonképpen két teljesen ellentétes felkészülés lesz most a nagy gyakorlás, illetve a csak úgy idejöttünk LAN-ra. Igen, gyakorlatilag ők a másik véglet, ők nagyon sokat játszanak, nagyon gyakorolnak is együtt. Mi viszont inkább egyéni skillbe próbáljuk meg lehozni a lemaradásunkat a mi csapatban van, mint lemaradás. Hát akkor egy nagyon érdekes döntő elé nézünk, hiszen az egyéni skill áll majd a felkészült csapat munkával szembe. Kíváncsian várjuk, hogy melyik bizonyul jobbnak, és végül kinyeri meg a Mondo Games nyári eseményén az Overwatch döntőt. Nagyon szépen köszönjük az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget.